Pénteken a könyvtár szolgáltatásait bemutató tárlatra várják az érdeklődőket 3:41-kor a bibliotékában, 16:30-kor pedig Eifert János fotóművész kiállítása nyílik meg a Magyar Plakátházban. Szombaton ünnepi műsort rendeznek a népzene és a néptánc jegyében a Voke Kodály Zoltán művelődési házban, ahol Dénes Sándor polgármester mond ünnepi köszöntőt. Vasárnap 3 órától a Honvéd Kaszinó ünnepel. A Honvéd Kaszinó fafaragó szakkörének a jubileumi kiállítás megnyitója várja a kedves vendégeket. 10 éves a szakkör, nagyon örülünk, és ezt szeretnénk megünnepelni. Egyébként már többször is ezzel ünnepeltük a Kultúra Napját, nem első ízben, hogy a fafaragók bemutatkozhatnak. A szakkör kiállításának a megnyitója után pedig énekkarok találkozója következik. A városi programsorozat jövő hétfőn a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Kanizsa Fotóklub legújabb, este 6 órakor kezdődő kiállításával ér véget. Nálunk itt Nagykanizsán ennek a napnak különös hagyományai vannak, hiszen a nagykanizsai kulturális intézmények, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények egymást támogatva, segítve, karöltve szervezik az ünnepi eseményeiket. Éppen azért, hogy ne legyünk egymásnak konkurenciái, és ilyen szép, hagyományos, többnapos eseménysorozattal kedveskedjünk a város lakóinak. A kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Ez a nap 1989 óta a Magyar Kultúra Napja.